Magyar Kanizsa, Török Kanizsa, Zánda és Csóka községbeli szülők és gyerekeik vehették át csütörtök délelőtt a magyar kormány által biztosított csomagokat. A szülők örülnek mindenféle támogatásnak. Mindegyik gyerkőcünk esetén kaptunk támogatásokat a magyar államtól. Ez a kis csomag, most ez a kis babacsomag, amit most minden kisgyerek kapott, ebbe egy ilyen kis pokróc van, meg ilyen kis apróságok, még ilyen kis játékok. De amit szoktuk tehát használni, tehát a szülőföldön a magyarul támogatást, illetve a 2017. június 30-dik után született gyerekek esetében a magyar állam adja ezt a babakötvényt, ami 42.500 forint érték, amit mindenki jogosult rá. A rendezvényen Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, a gyerekekben van a jövő, ezért az MNT folyamatosan azon dolgozik, hogy megfelelő hátteret biztosítson nekik a tanuláshoz, a boldoguláshoz. Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezen gyermekek, akik most itt ezeket a csomagokat megkapták, magyar bölcsödében, magyar általános középiskolában, illetve magyar nyelven tudják majd az egyetemi tanulmányaikat folytatni. Ezért dolgozunk, így tud megmaradni a közösség, függetlenül attól, hogy mennyien maradtunk. Azt gondolom, lélekben erős ez a közösség, minden egyes gyermek számít. A program 2018 óta működik Vajdaságban is, viszont 2020-ban a koronavírus járvány közbeszólt, így az elmúlt 3 évben nem kerültek átadásra a csomagok. Az MNT munkatársai várják azok a szülők jelentkezését Magyar Kanizsa, Török Kanizsa, Csóka és Zenta községből, akiknek a gyermeke 2020 és 2023 márciusa között született, és még nem részesült babacsomagban.